Torontálvásárhelyi Művelődési Otthon és az általános iskola diákjai, tanárai méltóképpen emlékeztek meg műsorukkal az 56-os hősökre és eseményekre. Az ünnepi műsor a helyi József Attila Művelődési Otthon és a Mósa Piádi Általános Iskola közös szervezésében valósult meg. A mai napon az 56. forradalmat, az 56-os forradalmat ünnepeljük meg itt a József Attila Művelődési Otthonban. Ez az ünnep azért is fontos, mert ugye az idő alatt a Magyarország szovjet befolyás alatt volt, és a forradalom és a szabadságharc által sokan áldozatul estek, szóval ők a vérükkel hozták meg a szabadságot a magyar nép számára. A diákok, tanárok versek, dalok és korabeli feljegyzések alapján idézték fel a magyar történelem egyik legmeghatározóbb időszakának eseményeit. Az általános iskolával közösen úgy döntöttünk, hogy a zenetanár is, meg a magyar tanárnő is részt fognak venni az ünnepségen. A zenetanár a kórussal készítette el a dalokat, amik milyen forradalmi jellegűek, katonadalok, Magyarországról, mint a szülőhazáról szólnak. A magyar tanárnő pedig az 56-os forradalom történelmét készítette el, meg az 56-os forradalom alatt megszületett irodalmi műveket, verseket, úgyhogy a gyerekek ezeket fogják elszavalni.